Szentléleknek országa most és mindenkor, és örökkön öröké. Mindenség megkönyörögjünk az Úrhoz. A mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért, és mindnyájunk egyesítésért könyörögjünk az Úrhoz. És mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal, s Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír van, Milán és Nínus püspökeinkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Községért, minden városért, községért és vidékért és az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz! Uram, hír várnak! Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, hír várnak! Ments meg, könyörű, és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, hír várnak! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. 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 Am
És téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön öröké. Sir.
békesség mindnyájatoknak, bölcsesség figyelmezünk. Te, Uram, megtartasz minket, és megőrizesz minket, e nemzedéktől gyűjtőkig. Miután többféleképpen és különböző módon szólt ajdan Isten a proféták útján az atyákhoz, e végső korszakban fia által szólt hozzánk, őt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is. Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása ő, aki hathatós szavával fenntartja a mindenséget. Miután pedig a bűntől megváltott az isteni fölség jobbjára őt a magasságban, s annyira kiválóbb lett az angyaloknál, amennyivel az övéknél külön nevet örökölt. Ugyan még angyalnak mondta vala Isten, az én fiam vagy, én ma szültelek, vagy pedig én atya leszek, ő meg a fiam, mikor aztán elsőszülöttjét ismét bevezeti a világba, azt mondja, imádja őt Isten minden angyala. Az angyalokról viszont a gyors szelet a te angyalai, tüzes világok szolganépeit. Fiának ellenben trónod Isten állt örök időre, királyi pálcád igazságvesszője, igazságot szeret, gonoszságot gyűlölsz, azért kent föl Isten a te Istened, a igazságnak olajával minden barátaid felel. Továbbá kezdetben, Uram, a földet teremtetted, az egek a te kezedből születtek, elmúlnak mindezek, te megmaradsz, mint pócska köntös, úgy avulnak el mindent, mint rossz ruhát, a változásnak adsz, mindenek úgy avulnak el, te pedig ugyanaz vagy, és éveid nem fogyatkoznak el. Békesség néked, bölcsesség figyelmezünk! Alleluja, alleluja! Miután napi egy dénárban megegyeztek a munkásokkal, kiküldte őket a szőlőbe. Harmadik óra körül megint kiment és látott másokat átsorogni ott tétlenül a piacon. Megszólította őket, menjetek ki is a szőlőbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok is kimentek, hatodik és kilencedik órában újra kiment ugyanígy tett. Amikor 11. óra táján is kiment, megint talált ott a nácsorgókat. Megkérdezte tőlük, mit ácsorogtok itten egész nap tétlenül. Nem fogadott fel minket, senki felelték, menjetek ki ti is a szőlőmben, mondd el neki. Amikor felsteledett, így szólt a szőlős gazda, vincelérjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket, kezdve az utolsókon, az elsőkét. Jöttek tehát, akik 11. óra tájban állottak munkában, és fejenként egy dénárt kaptak. Mikor az első jött, azt hitték, hogy ők majd többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazdag ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, mondták, és ugyan úgy bántál velük, mint velünk, akik viseltük a nap terhét és hevét. Barátom felelt egyiküknek, nem követtek el veled se, és szemben igazságtalanságot. Nem egy dénárban egyeztél meg velem, fogd, ami a tiéd és menj. Én utolsónak is annyit szánok,
mint neked, vagy nem tehetem a sajátommal azt, amit akarok. Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok, így lesz az utolsók első, az elsők meg utolsó. Tisztelendő helynök atya, főtisztelendő atyák, tisztelendő urak, kedves vendégek, és mindazok, akik ebben az iskolában szolgálatot teljesítenek, és akik itt tanulnak, tanulmányaikat folytatják, úgy is mondhatnám, kedves testvérek. Miért is fogalmaztam így, hogy mindazok, akik szolgálatot teljesítenek itt, most azért, mert a mai napon, amikor a szevasztai 40 vértanúnak az emlékét ünnepeljük, vagy szokták őket csak egyszerűen 40 vértanúnak is nevezni, tudnunk kell, hogy ezek a vértanúk katonák voltak. Amikor ők a szolgálatukat teljesítették, akkor azt igen-igen kötelességtudóan tették. Azonban, amikor elérkezett az a pillanat, hogy választaniuk kellett, megvallják-e hitüket, Krisztusba vetett hitüket, akkor nem kételkedtek. És mind a 40-en megvallották Jézus Krisztusba vetett hitüket, még akár az életük árán is. Talán mindannyian jól ismerjük az ő történetüket, mindannyian hallhattuk már, különösen itt ebben az iskolában, ebben a kápolnában, amely az ő tiszteletükre van szentelve, hogy hogyan szenvedtek vértanúságot, és azt is tudjuk, hogy azért volt egy kis, úgy szokták mondani, hogy homokszem, amely a gépezetbe került, hiszen volt a 40 vértanú közül egy, aki idő előtt mégis meggondolta magát, és azt mondta, hogy ő már pedig nem vállalja ezt a fagyhalált, inkább szeretné az életét megmenteni. És tudjuk azt is jól, hogy az őket őrző katonák közül állt be valaki az ő helyére, aki ugyancsak megvallotta keresztény hitét. Vagy ez a 40-es szám, mondhatjuk ez a kerek szám, megmaradjon. Mégis azt mondom, a legfontosabb, amit leszűrhetünk, és ami mindannyiunk számára megfogalmazódik az ő történetükből, amely nem most történt, hanem azért egy röpke 1700 évvel ezelőtt, de amely mégis mindannyiunk számára oly elevenen él, és amely mindannyiunk számára üzenetet hordoz. Nem is akármilyen üzenetet, mert mindannyiunk számára szeretné átadni azt a tapasztalatot a 40 vértanú története, hogy igenis nagyon-nagyon fontos, hogy ki mellett állunk ki. Elsősorban, persze, ami a mi életünkben is oly sokszor előfordul, az, hogy elhatározzak valamit. Elhatározzam azt, döntsek, és persze most miről is beszélünk, döntsek Jézus Krisztus mellett. Most bárki a szememre vethetni, hogy de hát, hogyha ez már megtörtént, hiszen amikor megkereszteltek minket, akkor mindannyiunknak válaszolni kellett a kérdésre. Egyesülsz-e Krisztussal? Sőt, háromszor is megkérdezték. És mi azt válaszoltuk rá, vagy helyettünk a keresztüleink, hogy igen, egyesülök. És amikor megkérdezték, hogy hiszel-e benne, akkor azt válaszolták, hogy hiszek benne, mint királyban és Istenben. Ez az elhatározás, amely akkor megtörtént, azonban nem maradhat eredmény nélkül. Mert ennek az elhatározásnak nap mint nap meg kell újulnia. Ezt az elhatározást a mi életünkben minden egyes nap, sőt mondhatom azt, életem minden egyes pillanatában meg kell újítani. Mint hogyha visszhangozna a keresztelésemkor feltett kérdés. Egyesülsz-e Krisztussal? Hiszel-e benne? És persze én válaszolok rá, hiszek benne, szeretnék vele egyesülni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az élet nem egyszerű. És olykor kihívások elé állít minket. De mégis, hogyha van az életemnek egy iránya,
ha van egy elhatározás, ha van egy életre szóló döntés az életemben, akkor már tudom, hogy egy nehéz helyzetben hogyan kell válaszolni. Lehet ilyen nehéz helyzet, mint ami a 40 vértanúnak a nehéz helyzete volt, hogy azt mondták neki, hogy vagy a jeges tóban fogsz megfagyni ma éjszaka, vagy pedig megtagadod Krisztust. Nem egyszerű kérdés. De lehet olyan kérdés, ami a mi életünkben merül fel, ami talán nem ennyire nehéz, vagy ami nem követel ekkora áldozatot, de amely mégis döntés elé állít bennünket. Különösen rátok gondolok, diákok, akik döntés előtt álltok. Hiszen el kell dönteni azt, hogy mivel szeretnék foglalkozni. El kell dönteni azt, hogy mivel mit szeretnék tanulni. Mivel szeretném az életemet tölteni. Nem egyszerű kérdések. De mégis, hogyha van az életemben egy döntés, amely Jézus Krisztus mellett szól, akkor ez a döntés, ez kitart egész életemben. És ez a döntés, ez segíteni fog engem életemnek ezen a szakaszán, amikor kérdések merülnek fel. Persze, ez a szándék, ez a döntés, ez nagyon-nagyon fontos. Ugyanakkor ismerjük a Szentírásból, Jézus mondja nekünk ezt a példabeszédet, amikor egy apa megkéri a két fiát, hogy menjenek ki a szőlőbe. És azt mondja az egyik, hogy persze kimegyek, aztán mégsem megy ki. A másik pedig azt mondja, hogy nem megyek ki, de aztán mégis kimegy. Ebből a rövid kis történetből mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy nem csak a döntés, és nem csak az elhatározása fontos, hanem a tettek is. Hogy hogyan tudjuk tettekre váltani ezeket a döntéseket az életünkben. És persze itt állunk, amikor azt mondjuk, hogy hát próbálkozok, és szeretnék kitartani Jézus Krisztus mellett, szeretném megőrizni a hitemet, szeretnék valóban azon az úton járni, ami az Isten országába vezető út, és amit a 40 vértanú, 40 szent vértanú példája is mutat mindannyiunk számára, ugyanakkor meg is kell tennem. Tettekre kell váltanom azt az elhatározást, azt a döntést, amit meghoztam a saját életemben. Ez sem könnyű. Sőt, mondhatjuk azt, talán még nehezebb, mint dönteni. Mert nap mint nap tettekre váltani a Jézus Krisztusba vetett hitünket, és nap mint nap tettekre váltani a jóságot, kedvességet, a jó cselekedeteket, mind-mind nehéz dolog. Ugyanakkor ne feledjük el azt sem, a 40 vértanú, 40 szent vértanú ünnepe szinte mindig böjti időszakra esik. A böjtel együtt ünnepeljük, meg még hogyha kicsit visszafogottan is ünnepeljük őket, de mégis a böjtel együtt ünnepeljük meg az ő történetüket, az ő személyüket, hiszen számunkra a böjtben egy kicsit ugyanaz a történet, mint a Szent 40 vértanúnak a története. Meg kell halnunk. Nekünk is fel kell áldozni az életünket Jézus Krisztusért. És persze mindezt átvitt értelemben mondom, hiszen az önmagunkról való lemondás, amikor azt mondom, hogy most 40 napig megpróbálok így vagy így tenni, jó cselekedeteket tenni, vagy megpróbálok erről vagy arról lemondani, akár tévénézésről, akár ételről, vagy bármilyen édességről, akkor ez nem egy egyszerű döntés. De láthatjuk azt, hogy a Szent 40 vértanú is kitartott az ő döntése mellett. Tettekre váltották. Nekünk is a böjt egy lehetőséget ad arra, különösen a nagy böjtnek, ahogyan szoktuk imádkozni az előszentelek liturgiájában, a legszentebb napok. Azok, amikor lehetőségünk van arra, hogy jobbak legyünk, hogy még jobbak legyünk, hogy napról napra kedvesebbek legyünk, szeretetteljesek legyünk, jó cselekedeteket tegyünk, és megvalósítsuk élethivatásunkat, ami nem más, mint a krisztusi élethivatás. Tudjuk nagyon jól, azért hívnak minket keresztényeknek, mert krisztusiak vagyunk. Jézus Krisztus követői. Nekünk is, ha nem is teljesen, mert nem tudjuk mindenben követni Jézus Krisztusnak az életét, de azért a jóban, a jóságban, kedvességben, a másik emberhez való szeretetteljes odafordulásban mindenképpen nekünk is követnünk kell Jézus Krisztust. Az első lépés tehát
azt mondtuk, az volt, hogy döntsek, hogy határozza valamit az életemről. Döntsem el azt, hogy mit szeretnék tenni, és hogyan szeretném élni az életemet. A másik pedig az, hogy megvalósítsam mindezt. Persze a kettő között azért, és most mondhatnánk azt, hogy hát akkor ez így milyen egyszerűnek tűnik, ám azért az élet az mégsem egyszerű, mert vannak rossz döntéseim, vannak rossz elhatározásaim. És akkor mit szoktak mondani erre? Hát ha már belekezdtem, akkor végigviszem. Mindent végig kell vinnünk, amiben belekezdtünk. Még hogyha látjuk, hogy ebbe bele fogunk bukni, vagy látjuk, hogy nem lesz jó vége, vagy látjuk, hogy hát ez mégsem volt jó döntés, akkor ezeket is végig kellene vinnünk, szenvedve a pokol útján, pokoli kikövezett úton. Hiszem azt, hogy nem. Azért vagyunk emberek, azért van értelmünk, hogy dönteni tudjunk, és felül tudjuk vizsgálni akár a saját döntéseinket is. Különösen a rossz döntéseinket. Amikor azt veszük észre, hogy igen, ezt nem így kellett volna elkezdeni, akkor nem kell végigvinnem, és nem kell mindent megtennem azon a rossz úton, hanem változtathatok. Azt mondom, hogy igen, most akkor kezdjük előről, keressük meg újra a jó utat, és induljak el a jó úton. Tehát azt mondok, az első az elhatározás, a jó elhatározás, a második a megvalósítás. És persze mondtuk azt is, hogy hát ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor azt mondanák, hogy nagyon könnyű az élet, hát itt csak dönteni kell, meg megcsinálni, ennyi az egész. Nem, mert az élet azért tartogat olyan dolgokat a számunkra, amikor akadályba ütközünk, amikor nehéz helyzet előtt találjuk magunkat. És ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy nem csak, hogy a keresztségkor döntöttünk Jézus Krisztus mellett, és meg is kereszteltek bennünket, hanem a bérmálás szentségében, amikor részesültünk, akkor azt mondta a pap nekünk, és megkent minket a szent olajjal, hogy a szent lélek ajándékának pecsétje. Mit jelent ez a rövid mondat? Sokan, még a teológusok is gondolkodtak rajta. Van, akik azt mondták, hogy hát ez az olaj, amivel megkenjük, ez a Szentlélek, mint egy pecsétje. Vagy a Szentléleknek az ajándékait kapja meg az ember ilyenkor. Azonban talán a legmegfelelőbb is, ez egy nagyon komoly teológus mondta, hogy nem a Szentlélek ajándékait kapjuk meg ilyenkor, hanem magát, a Szent Lelket, amely rajtunk keresztül munkálkodik és tevékenykedik. Azért lesz ez a Szentlélek ajándéka, nem a Szentlélek ajándékainak a pecsétjét, hanem a Szent Lelket, mint ajándékot kapjuk meg, és annak a pecsétjét rajzolja ránk az a pap, aki megkeresztelt és megvérmált bennünket. A Szent Lelket kapjuk ajándéka, de nem azért, hogy eldicsekedhessünk vele, vagy hogy ez milyen szép dolog, hanem azért, mert az életünkben, amikor vannak ilyen nehéz pillanatok, akkor a Szentlélek Úristen, az Isten segítség, az Isten kegyelme kell ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani, és tovább tudjunk lépni. Mert ha én azt gondolnám, hogy elég az én elhatározásom, elég az én akaratom és megvalósításom, akkor megint csak tévúton járnék. Mert kell hozzá az Isten kegyelme. Kell hozzá az Istennek a gondviselése, az Istennek a Szent Lelke, amely rajtunk keresztül munkálkodik, és amely segít bennünket. Tudnunk kell, hogy mindig, amikor valami vagy valaki arra ösztönöz bennünket belülről, hogy legyünk jó, térjünk rá a jó útra, legyen kedves az osztálytársammal, barátommal, szobatársammal, tegyek valami jót, adjam neki oda azt a félrántott húst, ami nekem van, és akkor neki is jó lesz, és ő is kap valamit. Ezek a jó sugalmazások, ezek nem másról, mint az Isten Szent Lelkétől származnak. És minket is arra ösztönöznek, hogy jobbak és jobbak, napról napra jobbak tudjunk lenni. Mondhatjuk azt tehát, hogy három dolog kell ahhoz, hogy az életem jó legyen. Hiszen a mai világ és a mai gondolkodás a médiában is mindenhol arról szól, hogyan lehetnénk boldogok, hogyan lehetne jó az életem. Kell egy jó döntés, kell a megvalósítás, és kell az Isten segítsége. Mindezek után persze látjuk azt, hogy nem teljesen csak magunknak köszönhetjük az életünket. Sőt, mondhatjuk azt, elsősorban az Isten ajándékaként kaptuk meg az életünket is.
ugyanígy gondolkodott a szevasztai 40 vértanú, akikről ránk maradt az egyik történetíró leírásában egyfajta végrendelet. Hogy most mennyire hiteles, az persze bárki megkérdezheti, hiszen 1700 év távlatából bárki írhat vagy mondhat akármit, de mégis azt gondolom, hogy egészen passzol és egészen hozzáillő a 40 vértanú történetéhez. Először is így kezdik: mi Krisztus fogjai. Hát nem az előjáró vetette őket a jeges vízbe, és nem azért nem az ő fogjai akkor? Nem, hanem Jézus Krisztus fogjai ők, hiszen az ő döntésük maga az Isten mellett szólt, és mivel az Isten mellett tudtak dönteni, saját akaratukból Jézus Krisztus fogjaivá lettek. Nem olvasom fel az egészet, csak egy rövid részt, ami azt gondolom, hogy tényleg, mint egy örökségül hagyja ránk az ő gondolkodásukat. És ami minket is segíthet a bőjt időben, és ezzel már befejezem, mert látom, hogy nehezen bírjuk most már. Ezt hagyják ránk. Most van itt a megfelelő idő mindazok számára, akik meg akarnak menekülni. Itt az alkalom a bűnbánatra és a jó tettekre mindannak, aki nem akarja ezeket a távolabbi jövőre halasztani. Kiszámíthatatlan a dolgok folyása, azért azzal törődjetek, ami jámborrá tesz benneteket. Éljetek tiszta, Istennek átadott életet. Akkor majd eltörlik korábbi bűneitek adós levelét. Mindenek előtt pedig gyakoroljátok a szereteteit. Egyedül ez vezesse tetteiteket, mert ez követi a testvériség isteni törvényét. Testvérünkben, akit látunk, a láthatatlan Isten tiszteljük. Épp úgy érvényes ez azokra a testvérekre, akik ugyanattól az anyától származnak, mint azokra, akik szeretik Jézus Krisztust. Urunk és üdvözítőnk is azt mondta, hogy nem csupán a vérrokonok, hanem mint azok valóban testvéreink, akik fedhetetlen életükkel meg akarnak felelni hitbeli meggyőződésüknek, és így közös mennyei atyán akaratát teljesítik. Ami Urunk Jézus Krisztus 40 fogja egyikünk, Melécióz keze által írtuk mindezt. Megerősítjük és helyesnek tartjuk ezeket, hogy együttesen elérjük Isten örök javait és királyságát, most is mindörökké. Amen. Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek. Mindenkinek segítségére vagy, velünk együtt könyörgő szolgáidat is kegyesen segít, add áldásodat jelenlévő szolgáidra, állítsd őrangyalodat életükhöz, hogy háríts el a látható és láthatatlan ellenségek minden ármányát, teljes segítséget, egészséget és hosszú életet ajándékozva nekik. Kérünk téged, legkegyesebb teremtő, hallgass meg minket és könyörülj! Meg kell ember szerető uralkodunk, ezen intézményben tanuló diákokra, s őket kiszolgáló
emberekre és hívekre, áld meg jó szándékukat és munkájukat, hogy minden akadály nélkül végezzék. Kérünk téged, mindenható király, hallgass meg minket, és könyörülj! Ferenc pápáról, Isten szerető Milán és Nilus püspökeinkről, a tisztes áldozó papságról, a Krisztus szerinti segédlő papságról, az egész egyházi rendről, ezen szent hajlék boldog és örök emlékű alapítóiról és jótevőiről, Isten oltalmazta országunkról, annak vezetőiről és népéről, és ti rólatok mindnyájatokról, igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úr Isten adő országában mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Az Isten félő Ura, a nevén a Fáradat, a illatot szeretjél el a kérségére. Cselekedjék, nem kegyesen jó akaratodból, Sionnal, hogy épüljenek el, Uzára, kérd, a vajasztok, az egyetek az igazságától, tehát az ajándékot, így ő áldozatokat, akkor tesszük. A te egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos és elvenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Amen.
egységben figyelmezünk. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Istentől, ami született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságú fiáltal mindenek lettek, aki mi életünk emberekért és a bűnösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szent Élektől és Szűz Máriától is ember élet, és megfeszítetett mi életünk Pancius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljövett dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szent Lélekben, Urunkban és elveinkben, ki az Atyától és Fiútól származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádhatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által, hiszen egy szent katolikus és apostolai a Szent Egyházban, vallok egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és a jövendő örök életet, amen. Hogy a szent áldozatot békességben felajánljuk. A békesség kívánnál, a kísérlet áldozatnál. A Urunk Jézus Krisztus malasztja az Atyaisten szeretete, és a Szent Lélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. Téged áldani, téged dicsőíteni, neked áldani, téged imádkozva alkodással minden helyét, mert te vagy a kimondhatatlan, kibőkészhetetlen, láthatatlan, megfoghatatlan, örök és láthatatlan Isten testei külön fiad és szent lelket, te bennünket, te nem létről létrehoztál, mi után is, hogy ismét felemelten és elkültél meg mindent teljesíteni, amíg a mennyekben felemelten és jövendő országban emlékoztad nekünk, mindezekért hálátatunk neked egy külön fiadnak és szent lelketnek a ránk hálát adunk neked ezen szent szolgálatért is, mert kezdünkül elfogadni méltóztatánul neked az arkangyalok edré, az angyalok miriádjai, a hadszárnyú sok szemű fellevegő szárnyos kerubok és szeráfok szolgálnak. Győzelmi éneket énekelvén kiáltván, hangoztatván és mondván. És mondjuk, szent vagy és megszentebb, te egyszülött fiad és a te szent lelked. Szent vagy és megszentebb és magasztos a te dicsőséged. Kivilágod az úgy szeretted, míg épp egyszülött fiadat adtad, hogy mindaz, aki ő benne hiszel, ne veszem, hanem örök élete legyen. Ki eljövéd és irántunk mindenütt mondodát betöltvén, azon éjjel, mert láttatod, vagy inkább önmagát adtát a világ életére. Szent, tiszta és szeplőtelen kezeibe bővé a kegyelet, hálát adván, megáldván, megszentelvén és megtörvén, szent tanítványainak és apostolainak adán mondván. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Hasonlóképp a kelyet is, minek utána bocsánatban. Higgyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatáról. Megemlékező itt tehát a különbséges parancsolatból, és mindarról a méretünk történt a keresztről sírom a napi feltámadásról, mennyben menet erről jobb kéz felvalulésről, a második és dicsőséges eljövet erről. Tieidet a tieidből néked ajánljuk fel, mindnyájunkért és mindenekért. Mivel ajánljuk még neked önkos és vérontás nélküli szolgálatot, és kérünk, hogy mindenekedet, úgy leszentelkedett rák, se de nem ütöd rák, és fedezte kegyelet, és a drága testévét, és amelyek helyből biztos a drága vérevét, hát változtatnám te szent lelkedem. Legyenek a lélek józanságára, a bűnök bocsánatára, a szentlelket kitöltetésére, a mennyország teljességére, a benne való bizalomra, nem pedig ítéletre vagy kárzatra felajánljuk mindnek ezen okos szolgálatot, a hitben álló győzetek, atyák, patriarkák, proféták, apostolok, hithirtők, evangelisták, értelmük, itt valók, se megtartók, hogy segítés összedik a szülekét. Kiváltképpen legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriáért. Keresztelő Szent János Péterő követőkért, és megkísérelő apostolokért, Szebasztein egyenbért, az őt szent igazaira, kisztek egy ünnepeljükért, minden szentélyekiknek ötökért, ránk Istenünk, nem végezzé meg a feltámadás és örök élet reményében nem mutatok, nem végezzé meg Urunk el, Unc Ferenc, Sokrátor János, Urunk Szolgáltat, Sárdat, Biztos, mint a Bentet, a Bankot, Nényesgétünk, hogy ez véget végezzé, hogy Urunk a Bizon, Szitek, minden Biztokért, akik esett a mindenk az igazságot, igen, hogy Fáldunk, Kapságunk, Krisztusban a Szerpontban, az egész egyházban, a Szerpontban, a emlékezzünk meg örömünk és sérülmeiben, akkor minden felelősséges vidékre berakadó hírtől. Emlékezzünk a hajdúkosokkal. Tartsd meg őket szent egyházaidnak, békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igényének helyes hirdetésére. És mindjárt Atyai és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkör, örökké. Amen. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. Neked örök egész életünket és reménységünket, ember szeret Úrunk, kérünk, könyörgünk, kegyelmünk, szégyünk, a szilek ismertél részesül mennyi és rettenőket titkaiban, a bűnök bocsánatára védjek, a benned való bizalomra, nem pedig itt ítélve vagy kározatra. Küldje le nekünk isteni malasztjás a szent élek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, mentsen meg minket minden aggódástól, maradtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörű és őriz meg minket, Isten a te kegyelmeddel. Uram, hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Amen, Uram. Hűséges vezetőt, lelkünk és testünk körzőjét, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! És hasznosokat lelkünknek és a világnak békességet, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Hogy életünket
keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül békességben végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Kegységét és a Szent Lélek közöltetését kérvén, önmagunkat egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Kérjük, Uram! És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül vádoljunk téged, mennyei Isten! Atyánknak nevezni és mondani. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeznek, és segíts minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. Most is mindenkor és örökkön örökké. Figyelmezünk, szentség a szenteknek. Egy a szent, egy az Úr. Megteretik és megosztatik a szentjának, aki megteretik, hogy megosztatunk ki mindenkor az előszolgálásának. Emlékezzél meg rólam, Uram,
szívemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Áldott ki az Úr nevében is, Isten az Úr, ki megjelent nékünk. Krisztus testi legyétek a halhatatlanság forrását ízlelítek. Krisztus testi legyétek a halhatatlanság forrását ízlelítek. Krisztus testi
dicséretek, Isten, Isten, a megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Kegyelmével és ember szeretetével most is mindenkor és örökkön örökké. Sőség neked, Jézus Isten.
Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség neked. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, halljálás, Uram! Istenünk, az ő legtisztább anyjának, imái által a szent dicső és mindenek fele dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantin Nápoly főpüspökének, Szent és Isten illetségű atyáinak, Boldog Tódor felszentelt vértanúnak, a Szebasztei 40 szent vértanúnak, kiknek memlékét ünnepeljük, és minden szentjeinek esedezése által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Ki szabad erejével alkottad a nagy mindenséget, és parancsoltad a földnek, hogy táplálásunkra sokféle gyümölcsöt teremjen, ki a földi terményekkel táplálkozó három babiloni ifjút és Dániel szebbé és teljesebbé tetted, a királyi asztalról élő többi fiaknál, te magad legkegyesebb királyunk, áld meg ezen terményeket és gyümölcsöket, s azokat, kik ezekből ízlelni fognak, szenteld meg, azoknak pedig, kik ezt az adományt felajánlották, és a megemlékezést teszik, teljes üdvösségükre szolgáló minden kérelmüket, add nekik örök javaid élvezését, ami legtisztább királynénk, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriának, Szent Ivadarnak és a Szebasztei 40 szent vértanúnak, kiknek memlékét üljük, és minden szenteknek könyörgése által. Mert te vagy a mindeneket megáldó és megszentelő Isten, és téged dicsőítünk kezdet nélküli, Atya, a te egyszülött fiaddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkedel együtt, most és mindenkor és örökkön öröké. Megáldottak és megszenteltetik ebben szentelőknek, halasz és a szentelt vízzel való megkintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Szentséges főpásztorunk Ferenc pápának adjurunk erőt, egészséget és áldást számos éven át. Yeah.
fordulunk elő, egészséget és áldást, számos éven át.